Népszavazást kezdeményez az MSZP és a PM a paksi atomerőmű bővítése ügyében. Az ellenzéki pártok sunyinak tartják Orbán Viktort, amiért a társadalmi egyeztetést megkerülve szerződést kötött Oroszországgal. Rogán Antal azt kérte Mesterházi Attilától, hogy ne gyurcsányosodjon, hiszen ma mást mond, mint 2009-ben. A Fidesz frakcióvezetője szerint ugyanis az MSZP elnöke akkor megszavazta a bővítést. A DK viszont azt közölte, nem döntésről, hanem csak egy előkészítési folyamatról szavazott az országgyűlés. A szocialisták sajtótájékoztatóján Orbán Viktor volt a főszereplő, legalábbis egy 2008-as videón. Magyar kormány kicsit hajt végre a saját népel. 10 éve titkosított, hosszú távon szóló szerződés köt Oroszországgal. Mesterházi Attila szerint ez a videó bizonyíték arra, hogy Orbán Viktor gyökeresen ellentmond saját magának, amikor a paksi atomerőmű bővítéséről társadalmi egyeztetés nélkül dönt. Orbán Viktor puccsot hajtott végre a népe ellen, ezzel tulajdonképpen hazaárulást követett el. Mi leszünk nem a Gazprom, hanem a Rosszatom legvidámabb barakja, és Orbán Viktor pedig az Európai Unióban Putyin elnök pincsie. Kádár 30 évre hívta be az oroszokat, Orbán 100 évre akarja visszahívni az oroszokat. A DK szerint Orbán Viktor hazudik, amikor azt állítja, hogy egy 2009-es országgyűlési határozat alapján volt felhatalmazása szerződést kötni a paksi bővítésről. A Gyurcsány kormány volt energiaügyi minisztere azt mondta, 3000 milliárd forintot tapsol el Orbán Viktor, pont annyit, amennyit szerinte a nyugdíjkassa államosításával lenyúlt a kormány. Ráadásul a fogyasztók is rosszul járnak. Az áram végfelhasználói ára a beruházás eredményeképpen, ha így lesz, ahogy Orbán erről most beszél, a mostainak a 2-2,5-szeresére fog nőni. Nesze neked rezsicsökkentés. Az Együtt PM társelnöke bejelentette, népszavazást kezdeményeznek paks ügyében, ugyanis sunyi módon felhatalmazás és társadalmi egyeztetés nélkül döntött a kormány a szerződésről. Orbán Viktor tegnap Moszkvában kimondta, hogy az Európai Unió és Oroszország közül ő Oroszországot választja. Hozzon döntést arról, hogy a paksi atomerőmű kapacitását egy átfogó fejlesztéssel megkényszerez. Gyurcsány Ferenc korábbi parlamenti felszólalásával kezdte a Fidesz frakcióvezetője a sajtótájékoztatóját. Azt mondta, azt kéri Mesterházi Attilától, hogy ne gyurcsányosodjon, ne tegye azt, hogy politikai céljai érdekében ma egészen más csinál, mint amit 2009-ben vagy 2010-ben tett. A Magyar Szocialista Párt és a Magyar Szocialista Párt szövetségesei azok egy pálfordulást hajtanak végre a paksi atomerőmű megújítása ügyében. Mesterházi Attila, a Magyar Szocialista Párt elnöke 2009. április 30-án még megszavazta a paksi atomerőmű felújítására felhatalmazást adó országgyűlési határozatot. A sajtótájékoztató végén Csiba Katalin LMP-s képviselő egy Cyril feliratos Fidesz logót akart átadni Rogán Antalnak, de a frakcióvezető ezt nem vette át. Az LMP a Fidesz Lendvai utcai székháza előtt is demonstrált a paksi bővítés ellen. Két piros telefont is kihelyeztek, utalva arra, hogy mostantól Orbán és Putyin forró dróton tárgyalhat egymással. Az LMP szerint ugyanis Orbánnak nem kellett volna Moszkvába rohannia, ugyanis az atomenergia kiváltható Magyarországon is. Illés Zoltán államtitkár 2008-ban még népszavazást tartott volna szükségesnek a paksi atomerőmű tervezet bővítéséről. Most államtitkárként viszont már nem akar népszavazást, mert szerinte Orbán Viktornak minden felhatalmazása megvolt a megállapodásra. A Gyurcsány kormány akkori minisztere Molnár Csaba azt mondta, 2009-ben a parlament semmilyen engedélyt nem adott a kormánynak a szerződés megkötésére. Egyoldalú megállapodást kötött. Az Energiaklub igazgatója szerint a probléma az, hogy a magyar kormány eddig azzal hitegette a magyar társadalmat, hogy verseny révén választja ki a beruházót, de ezt az ígéretét megszegte. Ez egy nagyon nagy mérvű orosz elkötelezettség és függőséget jelent az ország számára, és az orosz bankoknak leszünk eladósodva is, amennyiben igaz ez a megállapodás. Ettől a paksi beruházástól nem kell félnünk. A civil összefogás alapítvány elnöke szerint azért nem kell félni, mert Magyarország kőolaj és gázfüggősége lényegesen kisebb lehet. A magyar nemzet meg kell, hogy tanulja Nyugat-Európától, és talán a vezető hatalomtól, aki a leggazdagabb ebben a térségben, hogy nem szégyen az oroszokkal üzletet kötni, nem szégyen együttműködni a kínaiakkal, és tulajdonképpen az a kormányzás, a jó kormányzás,
ami nem politikai alapon dönti el, hogy a magyar kisember hogy jár jobban. Elmúlt napokban Illés Zoltán fideszes politikus 2008-ban még népszavazást tartott volna az atomerőmű tervezet bővítéséről. A vasárnapi hírekben akkor azt nyilatkozta, szó szerint idézem, a nukleáris energia kérdése szerintem annyira fontos, hogy a paksi atomerőmű élettartam hosszabbításáról feltétlenül népszavazást kellene tartani. Most államtitkárként már nem ragaszkodik a népszavazáshoz. 2008-ban a mindenkori kormánynak nem volt felhatalmazása. Ugyanakkor 2009-ben a népfelség elvéből fakadóan a Magyar Országgyűlés felhatalmazta, mondom 2009-ben a mindenkori kormányt ilyen jellegű beruházás megtételére. Én továbbra is a megújulókat támogatom. Illés Zoltán erre a határozatra hivatkozott. Ezt Molnár Csaba, akkori szocialista miniszter nyújtotta be, és ebben a parlament elvi hozzájárulást adott a paksi atomerőmű új blokkjainak előkészítéséhez, de nem a szerződés megkötéséhez. A nemzetgazdasági miniszter tegnap este a Hír TV-ben elismerte, hogy még semmilyen pénzügyi megállapodást nem kötöttek. Varga Mihály azt mondta, hogy arról tárgyalnak, hogy minél olcsóbb legyen a beruházás. Tárgyalni fogunk tovább, pont annak érdekében, hogy lehetőleg minél olcsóbban tudjuk ezt a hitelt megkapni, hiszen ezt majd a beruházás befejezése és az üzembe helyezés után Magyarországnak kell törleszteni 21 éven keresztül. Ami biztos, hogy az oroszok 3000 milliárd forintnyi hitelt nyújtanak 30 évre. Azt viszont még nem lehet tudni, hogy mekkora kamatot kell majd fizetni.